Teljesen megváltozott az élete. Ezt a munkát vállalta a karantén ideje alatt Déter Renikő. A színésznő márciusban még egy hosszú bejegyzésben gondolkozott azon, mi is lesz, ha elfogynak a tartalékai. A reggeli műsorvezetői most szerdán erről kérdezték. Nem segélykiáltás volt, hanem azt fogalmaztam meg magamnak, hogy ahhoz az adott helyzethez szeretnék alkalmazkodni, amit dob az élet. Elkezdtem gondolkodni, hogy ha ez 2-3 hónapnál tovább tart, vagy esetleg jön egy újabb hullám, akkor nem akarok eret vágni, megpróbálok nem segélyért rohanni, hanem mi az, amit én ennyi idősen is el tudok végezni, mondta Déter Renikő. Akinek a néhány megmaradt szinkron szerep mellé muszáj volt más munkát is találnia. A színésznő elmesélte, vállalt karitatív munkát, amiért bár pénz nem jár ugyan, de hogy valami értelmes is történjen, egy családsegítőnél gondoskodik 4 nyugdíjasról, ezen felül pedig pár napot dolgozott árufeltöltőnként egy nagy kertben. Lakatos Márk persze rögtön videós bizonyítékot akart, a színésznő azonban elmondta, végezte a dolgát ő is, tapasztalásnak tekinti ezt a pár napot, és most már még jobban megbecsüli azokat a munkákat és lehetőségeket, amiket eddig kapott az élettől. Írjátok meg kommentben, hogy mi a véleményetek a történtekről. Iratkozz fel te is a csatornánkra, hogy ne maradj le a legfrissebb hírekről.